Miért jött Magyarországra? Hungary is very interesting country for me and for this research. We have Magyarország nagyon érdekes számomra és a kutatásaim számára is. Sok magyarországi látogatónk volt az elmúlt 3-4 évben. Valójában az emberek évről évre visszajönnek Magyarországról, hogy megnézzék, mik az új eredmények. Természetesen azért jöttem, hogy bemutassam terveinket, hogy régi barátokkal találkozzam és újakra leljek. És azért is, hogy ismerkedjem a magyar őstörténettel, melyek a lényeges elemei, bár sok tudás eltűnt, de több szimbólum, jel, írásjel, rovásjel van itt, amelyek hasonlítanak a Boszniában találtakhoz. Egyértelmű számomra, hogy a Balkánnak ez a része egészen Magyarországig terjedően nagyon fontos volt a múltban. Nem felejthetjük el ezt az ősi tudást. Our project is different than a mi tervünk eltér minden eddigitől. Független non-profit alapítvány irányítja, és nincsenek titkaink. Ez nem a kiválasztottak kutatása, mint egyes egyiptomi, mexikói, kínai piramis kutatások, amelyek nem publikusak. A miénk mindenki számára nyitva áll. Bárki eljöhet, megnézheti, mit csinálunk, beállhat közénk. Mi mindenkit meghívunk. A hagyományos módszerekkel kutató szakembereket is, és az alternatív tudósokat is várjuk. Jöjjenek el hozzánk. Osszák meg velünk eredményeiket. Így az érzékelés által adott információk is birtokunkba kerülnek. Ez világviszonylatban is új régészeti kutatási módszer. A boszniai piramisokat mindenki számára elérhetővé tesszük, mert közkincs, az egész világ kulturális öröksége. Mit vár a további kutatásoktól? Mi az álma? A 21. század a piramiskutatás kora lesz, és ebben a boszniai piramisok főhelyet foglalnak el. Kiderült, hogy nem csak Egyiptomban és Mexikóban vannak piramisok, hanem a világon mindenütt. Most meg kell fejtenünk, hogy milyen céllal építették őket. Remélem, hogy a feltárások során egyre több régészeti bizonyíték áll majd a rendelkezésünkre, amelyek a korról, az építőkről, az építők céljairól árulkodnak. Meggyőződésem, hogy a piramisokat valójában nem a holtak, hanem az élők számára építették, azért, hogy minél több pozitív energiát teremtsenek maguk körül, a termés, a növények az élővilág számára. Nem véletlen, hogy az egyik piramisunknak a szeretett piramisa nevet adtuk. 5 piramisunk van. A nap, a hold, a sárkány, a föld és a szeretett piramis. A szeretet a legcsodálatosabb dolog a világon. Amikor ilyen erejű szó van, mint a szeretet, keresztelsz el egy piramist, az azt jelenti, hogy ezáltal az egész völgyet áthatja a szeretet. And that's the type of messages that szóval ez az én üzenetem a világ felé, és ez az álmom is. A régészeti kutatásokkal, a múlt elveszett tudásával szeretném segíteni, hogy a világ szeretetteljessé váljon. Thank you very much. A bosnyák piramis kutató Friedrich Klára és Szakács Gábor meghívására érkezett Magyarországra. Miért fontos nekünk magyaroknak ez a kutatás? Azt hiszem, hogy minden olyan magyarnak fontos egy piramisnak a megtalálása a Kárpát-Perence szomszédságában, amiről eddig senki nem beszélt, és azt gondolták, hogy csak Amerikában, Afrikában, vagy esetleg Ázsiában található. A Kárpát-Perence közvetlen közelében egy ilyen piramisnak a felpukkanása, illetve megállapítása, az megváltoztathatja az egész környéknek a történelmi helyzetét. Amikor kint járt, mit talált? Mutogatták a különféle feltárásokat, és az egyik képen lehetett látni egy követ, amin egy nyíl volt, amiről, mint rovásíró, azonnal megállapítottam, hogy a rovás C betű. Elkezdtem ezzel foglalkozni, és kérdeztem, hogy hol látható ez a jel, és mondták, hogy az alagútban. A Ravnyi alagútban, ami a nappiramisnak nevezett hegyoldalba vezet. Hát oda akkor be kellett menni, körülbelül egy ilyen 40-50-60 centi magas alagútban 200 métert, hogy eljussunk ahhoz a kőhöz, ahol ez a rovásjel megtalálható, mert akkor kiderült már a helyszínen, hogy ott nem csak egy jel van, hanem sokkal több is, és ami a legfontosabb, és ezt szeretném, hogyha meg is mutathatnám, a tatárlakai korong, amit Magyarországon nagyon sokan ismerek, pontosabban a Kárpát-merencei magyarság, ennek
A jobb alsó sarkában látható egy megfeszített íj, rajta pedig egy keresztbe helyezett nyilvessző. Ez igazából több megfejtés közül az egyik, egy összevont rovás N betű és D betű. Na most, amikor ezt megláttam azon a kövön, ami ott az alagútban 3 tonnás, akkor lényegében ez számomra azt jelentette, mintha én léptem volna elsőnek a Holdra, mert megtalálni ezt a jelet egy piramisban, ez meghatározó lehet a jövőben, részben a magyarság, részben a rovásírás kutató társadalom részére, hiszen eddig tudomásom szerint nemzetközi szinten egyetlen piramisnál sem találtak ilyen jellegű rovásjeleket, főleg nem a tatárlakai korongon megtalálható egyik összevont rovásjelet. Hát ez késztetett arra, hogy aztán többször visszamenjek, és azóta 7-szer jártam a területen, folyamatosan a rovásjelek után kutatva elsősorban, és ennek köszönhetem, hogy miután feleségemmel, Fridi Klárával, rovásírás kutatóval küldtünk egy tanulmányt neki, végeredményben elfogadta a magyarországi látogatásra szóló meghívásunkat. Klárához fordulnék. Ön, mint rovás szakértő vagy kutató, mit gondol a látott jelek alapján? Inkább kutató és oktató vagyok, mint szakértő. Engem mindig érdekeltek a piramisok, de amikor a Gábor úgy jött haza, hogy rovás jeleket talált, akkor éreztem, hogy nekem is mindenképpen el kell oda menni, és meg kell nézni. És számomra ez azért volt egy kicsit természetes, hogy így mondjam, mert az a véleményem, az a felfogásom, hogy a magyaroknak ez az ősi írása rendkívül régi. Szerintem ezt a mi elődeink terjesztették el az egész eurázsiai térségben. Tehát nagyon sok párhuzamát találtam már meg így a kutatásom során ennek az írásnak, és nagyon régi kultúrákban, nagyon régi műveltségekben, tehát valahogy természetesnek tűnt, hogy akkor a piramisban is megtaláljuk ezeket a jeleket, és azóta sikerült 22 darab a ma Székely Magyarnak nevezett rovásírás jelei közül azonosítani és megtalálni a piramisban lévő köveken, vagy a környékén lévő köveken, és ezek valódi régi benyomkodások inkább, ugyanis nagyon érdekesek ezek a kövek, olyanok, mint valami építőanyag maradékok, mint amikor megmarad egy cement vagy egy betonnak a még ilyen képlékeny állapotban lévő maradéka, és azt csak úgy lehajtják, és az ilyen kenyér formában ott marad, és mintha ebben nyomkodták volna be ezeket a jeleket. Az az érdekes, hogy ezek nem állnak össze szóvá vagy mondattá, hanem inkább egy kicsit mesterjegyeknek tűnnek, vagy esetleg az építőknek a névjeleinek, ugyanis ezek csak egyes betűk. Szemir Oszmanagics elmondta, hogy a vizsgálatok alapján ezek a piramisok 34 ezer évesek is lehetnek. Akkor az ott talált rovásjelek ezek szerint ennél régebbiek? Nem is mondunk olyan nagyon nagy dolgot ezzel, ugyanis körülbelül 2-3 éve fedeztem fel egy régi könyvben, hogy itt Bajóton találtak egy csontpálca véget, itt a Pilisben, Hillebrand Jenő az ásatása során az 1925-ös években, és 15-20 ezer éves bolygatatlan rétegben találta, és ezen a csontpálca végen is 6-7 rovásjelünk tisztán felismerhető, ugyanezek a jelek a piramisban is megtalálhatók. Tehát itt találtak már egy pálca végen egy olyan írást, aminek bizonyára volt előzménye, hiszen nem hiszem, hogy az lett volna a legelső. Tehát egy 1000 éves előzményt mindenképpen ennek is tulajdoníthatunk, tehát akkor már ezt már majdnem megközelítjük a piramisnak a korát, és valószínű, hogyha több ilyen feltárás lenne, akkor még több jelet találnánk. Tehát ez a 34 ezer év, ez nem annyira hihetetlen az írás szempontjából. Ha Gimbutas, korán Maria Gimbutas régésznő ma élne, akkor a Tódos Vincsa műveltséget, itt vannak a határt, és egy kicsit kitolta volna Bosznia felé, tehát azt jelenti, hogy ez a földrajzi terület, ez azért nagyobb mértékben és nagyobb területet foglal át, ez alapvetően határozhatja meg a magyarság szemléletét a jövő.